Sziasztok! Köszöntelek titeket újra a csatornán! Egy korábbi videómban, ahol tippeket és tanácsokat adtam a növényi étrendhez, belinkelem majd ide fölülre, ha nem láttátok még volna, kérdeztem titeket, hogy szeretnétek-e egy ilyen vegán alapélelmiszeres videót, és mivel nagyon sok igen válasz érkezett, ezért úgy gondoltam, hogy leforgatom most ezt nektek, innen a csodás kis készletem elől, ami passzol a témához, és ahogy már abban a videóban is említett, ugye, hogyha szeretnénk áttérni egy egészséges növényi étrendre, akkor nagyon-nagyon fontos a felkészültség. Hiszen szerintem mindenki tapasztalatból tudja, hogy mikor eszünk olyan dolgokat, amiket feltétlenül nem szeretnénk, akkor, amikor éhesek vagyunk, és nincs otthon semmi. Ezért szerintem fontos, hogy tartsunk bizonyos élelmiszereket mindig kéznél, hiszen ezek segítségével bármikor össze tudunk dobni egy tápláló és finom ételt, úgyhogy ebben a videóban ezeket gyűjtöttem nektek össze, és nyilván emellé természetesen az ember mindig tud vásárolni friss zöldségeket, gyümölcseket és egyéb termékeket. Úgyhogy lássuk, hogy mik ezek az alapélelmiszerek. All you want is my hunger. Az első élelmiszercsoport a diófélék, magok, valamint az ezekből készült magvajak. Én mindenkinek azt szoktam tanácsolni, hogy tényleg nyugodtan, naponta legalább egy marék magot fogyasszunk, ez lehet bármilyen mag, dió, kesudió, mandula, szezámmag, napraforgó, csiamag, lemmag, nekem majdnem minden van itt mögöttem, úgyhogy szerintem a lényeg a változatosság, tehát mindig próbáljuk ezeket cserélgetni, és ezek szuperek a reggeli zapkására rászórni, műzlibe belerakni, de akár salátára rászórni, levesnek, toppingnak, tehát nagyon sokféleképpen tudjuk felhasználni őket, és érdemesebb a magokat egészbe fogyasztani, mint mondjuk olajokat, és ez szerintem egy ilyen alapérvényű szabály, tehát ez bármilyen élelmiszer esetében így van, hogy inkább fogyasszuk az egész teljes élelmiszert, mint abból valamilyen kinyert terméket. És a másik pedig a magvajak, ilyen például a magyaróvaj, a tahini, de most már tényleg mindenből, napraforgóból, kesudióból készülnek magvajak, és én ezeket is nagyon szeretem, szintén például zapkására, de nagyon jó dressingeket lehet belőle készíteni. Az egyetlen tippem ehhez, hogy nyilván ezt otthon is lehet készíteni, hogyha valakinek van egy nagyon jó konyhai robotgépe, de ha nincs, és boltba szeretnénk vásárolni, akkor érdemes azért megnézni az összetevőket, hiszen sokszor adnak ezekhez a magvajakhoz még extra olajat, cukrot, illetve egyéb dolgokat, tehát azt tudom tanácsolni, hogyha vásároltok, akkor vásároljatok 100%-os magvajat, és egyébként lehet ezt nagy kiszerelésbe is venni, ami sokkal jobban megéri, mivel azért egy-két például a bioboltban ezeknek a magvajoknak nagyon húzós az ára, úgyhogy majd belinkelek pár forrás, hogy honnan lehet nagyobb kiszerelésbe, olcsóbban magvajakhoz jutni. All you need is my pain. Nothing. A második élelmiszercsoport a gabonák és az ágabonák. Ugye ilyen például a rizs, a zab, hajdina, köles, kínoa, amarant és a többi. Rengetegféle létezik, és pont ezért én mindenkit arra buzdítok, hogy próbáljon ki újfajta gabonaféléket is, hiszen sokan, még a köretről van szó, le vannak ragadva a rizs és krumplinál, ugye szerintem ez egy ilyen magyaros dolog, de tényleg annyi jóféle ágabona létezik, ezek gluténmentesek is, hogyha valakinek esetleg ilyen problémája van, és nagyon sokféleképpen fel lehet használni őket, tehát nem csak köretként, de salátába is belerakhatjuk, kásákat főzhetünk belőle, például az apkásánál gyakori, hogy valaki mondja, hogy én nem kívánom az édeset reggelire, sokan nem tudják, hogy zapkását sósan is el lehet készíteni, tehát tényleg Google, a barátunk recepteket keressetek, hogyha például nem szeretnétek édes kásákat enni, és itt a tipp például, hogyha szeretnénk gyorsan elkészíteni őket, akkor érdemes gabonaféléket este, tehát előző nap beáztatni, és így sokkal jobban le tudjuk csökkenteni a főzési időt. In between, never met you, love.
Ami szintén nem hiányozhat egy növényi konyhából, azok a hüvelyesek, tehát vörös lencse, barna lencse, fekete lencse, csicseri borsó, vörös bab, fehér bab és a többi. Ezeket szerintem érdemes száraz formába és konzerv formában is tartani. Nyilván a hulladékmentesség jegyében sokkal jobb, hogyha mondjuk szárazon nagy mennyiségbe vásároljuk őket, mint konzervbe, de én nem szeretnék álszent lenni, és én is mindig tartok otthon hüvelyeseket konzervformába is, pontosan azért, hogyha valamit gyorsan szeretnék elkészíteni, akkor tudjak mihez nyúlni. A konzerves formához az a tippem, hogy ezeket mindig nagyon-nagyon alaposan mossuk le, tehát tényleg tegyük bele egy szűrőbe, és addig mossuk, amíg szintiszta víz nem jön le róla. Ez nagyon sokat segít az emésztésben. Hogyha pedig száraz formába veszük őket, akkor itt is érdemes előző nap, tehát éjszakára beáztatni őket, és ezáltal csökkentjük a főzési időt, és gyorsan elkészülnek. Illetve még egy nagyon jó formája a hüvelyeseknek, hogyha csiráztatjuk őket, ez is nagyon jó, illetve, amit én imádok, és manapság szinte már bárhol elérhető, tehát DM, Rossmannba, Spárba, a hüvelyesekből készült tészták, ami szerintem szintén egy nagyon jó módja, hogy kicsit több fehérje és rostot csempészünk a táplálkozásunkba. A következő élelmiszercsoport a szárított gyümölcsök, például a datója, szárított füge, barac, szilva, mazsola és a többi. Szerintem ezek nagyon jó egészséges snackek, tehát a két étkezés között megéheznénk, bele lehet őket rakni turmixba is, illetve én nagyon szeretek még energiagolyókat készíteni, ehhez már rengeteg receptet raktunk fel, úgyhogy majd belinkelem felülre, ezeket is jó szívvel ajánlom, és tényleg tökéletes két étkezés között, vagy hogyha valamilyen édes íz után vágyunk, akkor tökéletesek. A következő élelmiszercsoport a konzervek, ugye ahogy már említettem, tehát például hüvelyeseket, csicseri borsót vagy babot érdemes konzervformájába tartani, de gondolok itt sűrített paradicsomra, paradicsomszószra, savanyított termékekre, tehát például savanyú káposztára, uborkára, céklára. Ezek is szerintem olyan dolgok, amelyek nagyon jó, hogyha kéznél vannak, bele lehet őket rakni egy salátára, lehet akár egy snack is, sokan tudom, hogy például a savanyított uborkát nagyon szívesen eszik, csak úgy magába, tehát ezek is olyan dolgok, amelyekhez mindig tudunk nyúlni, és például ha tartunk otthon kész paradicsomszószt, nyilván, hogyha saját magunk főzünk, egészségesebb, viszont, hogyha egyszer ránk jön az éjség, és nincs időnk, akkor egy konzerv paradicsomszósz egy kis tésztával még mindig jobb, mint hogyha mondjuk bevenni a Mekibe, tehát ezért szerintem érdemes ezekkel is jól betárolni otthon a konyhába. Következő, amit mindig szeretek otthon tartani, az a különböző növényi tejek, elsősorban kókusztej, illetve más tejtermékek, például joghurt. A kókusztej szerintem tényleg olyan, amiből én mindig tartok otthon, hiszen az én leggyorsabban elkészítendő ételem az a mindenféle curry, ami lényegében zöldségek, amiket otthon találunk, plusz valamilyen hüvelyes, nálam az általában vörös lencse, mert az fő meg a leggyorsabban, ezt lepirítjuk, rakunk bele egy kis körrit, felöntjük egy kókusztejjel, és 15 percen belül készen van, úgyhogy én ezt mindenkinek tanácsolom, de nyilván a kókusztejet egyébként különböző desszertek elkészítéséhez is tudjuk használni, krémeket tudunk belőle csinálni, illetve hogyha én joghurtot veszek, szója joghurtot vagy kókuszjoghurtot, mindig édesítetlent veszek, egyrészt mert nem szeretnék cukrosat tenni, másrészt pedig ezt akkor fel tudom használni valamilyen sós ételhez is, tehát például egy kis citromlét rakok bele, só, borsot, és akkor végül is egy, mint egy tejföl úgy funkcionál, és ezt például egy csilis babra, vagy bármi máshoz mártogatósként is fel lehet használni.
Amik szintén nagyon sokat tudnak segíteni, amikor gyorsan szeretnénk valamit enni, azok a fagyasztott termékek, tehát fagyasztott zöldségek és gyümölcsök, amit én általában szoktam otthon tartani, ez a fagyasztott banán, természetesen ezt én szoktam, a nagyon érett banánokat apróra vágom és megy be a fagyasztóba, illetve fagyasztott bogyós gyümölcsök, ezek tökéletesek, ha például egy turmixot szeretnénk csinálni, vagy hogyha nincsen semmilyen gyümölcsünk éppen otthon, de mondjuk zabkását szeretnénk enni, akkor a fagyasztott gyümölcsöket bele lehet főzni. Ugyanígy a fagyasztott zöldségeknél már mindenféle zöldségkeverékek vannak, zöld borsot szoktam én például mindig otthon tartani, és nyilván ezek a zöldségkeverékek nem feltétlenül a legjobbak, mármint olyan szinten, hogy nem feltétlenül a legjobb minőségű zöldségekből csinálják őket, de szintén azt tudom mondani, hogy egy ilyen zöldségkeverékből készült saját főtétel még mindig százszor egészségesebb, mint mondjuk egy megmikrózott készétel, úgyhogy ezeket is ajánlom, hogy tartsunk mindig otthon. Akármennyire magától értetődőnek tűnik, én szeretnék mégis kitérni külön a fűszerekre, hiszen nagyon gyakran látom, hogy elsősorban azok, akik kezdenek áttérni a növényi konyhára, nem használnak elegendő fűszereket, és ezáltal nem annyira finom az étel, nem ízlik, és nyilván így nehéz tartani magunkat ehhez a táplálkozáshoz, hiszen mindenki szeretne finomakat enni. Tehát egyrészt arra buzdítok mindenkit, hogy tartsunk otthon többféle fűszert, próbáljunk ki új fűszerkeverékeket, és nyugodtan, bátran használjuk ezeket. Én is, hogyha valamit főzök, abban legalább 4-5 vagy inkább több fűszer kerül, és van, hogy ezek nagyon jól harmonizálnak, van, hogy kevésbé, de ebből tanul és építkezik az ember, úgyhogy legyetek bátrak a fűszerekkel, például tényleg, ami tipikus szerintem a tofu vagy a tempé elkészítése, sokan mondják, fú, nekem nem ízlik a tofu, hát semmi íze, hát ez ugyanolyan, mint a húsnál, a hús se esszük magába mindenféle fűszerezés nélkül, tehát a tofut is tényleg esetleg érdemes előtte bemarinálni, vagy többféle fűszert használni, úgyhogy legyetek bátrak, és kísérletezzetek a konyhába. Az utolsó élelmiszercsoport viszont annál fontosabb, az egészséges nasolnivalók és édességek, hiszen azért mindenkire időnként rátör, főleg este, vacsora után az a kis nassolni vágyás, vagy esetleg valamilyen édes íz után vágyódunk, és ilyenkor is nagyon fontos, hogy tartsunk otthon egészséges édességeket, hiszen akkor inkább ehhez nyúlunk, mint olyanhoz, amit nagyon nem szeretnénk enni, tehát nekem, ami például mindig van otthon, az egy jó minőségű étcsokoládé, nekem a kedvenc snackem, vagy ilyen édességem, az például a puffasztott rizs, mogyoróvajjal és banánnal, de főzhetünk növényi tejből és pudingporból egy jó pudingot, tehát energiagolyók, tehát tényleg legyünk felkészültek, és édességet lehet enni, és kell is, hiszen ez a léleknek fontos, és hogyha van otthon, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem nyúlunk mondjuk olyan dolgokhoz, amiket nagyon nem szeretnénk enni. Úgyhogy ezek lettek volna az élelmiszer, az alap élelmiszerek, amelyeket érdemes otthon tartani. Remélem, hogy most már ti is jobban felkészültek lesztek, és hogyha beüt az éhség, és gyorsan szeretnétek valamit összedobni, akkor ezeket az élelmiszereket friss zöldségekkel, gyümölcsökkel tudjátok variálni. Hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor a komment szekcióban szívesen látom őket. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Sziasztok!